Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV péntek esti híradóját látják 2024. április 5-én este 7 órától. A Mi Hazánk polgármester jelöltje Szabó Patrik sajtótájékoztatót tartottak a mozgalom képviselői. Farkas Sándorné népművész harmadik helyezést ért el a Tankó Anna országos tojás díszítő pályázaton. A kalocsai alkotások bekerültek a Hagyományok háza kollekciójába. Vissza a gyökerekhez! Kantáros tojások díszítették a kalocsai otthonokat húsvétkor. A Mi Hazánk mozgalom részéről Szabó Patrik szárink be az önkormányzati választáson a kalocsai polgármesteri székért. Mindezt Szabadi István pártigazgató országgyűlési képviselő jelentette be csütörtök délután a Szentháromság téren. A sajtó képviselőinek jelenlétében az első világháborús hősi emlékmű előtt sorakoztak fel a jelöltek. Szabadi István elmondta, április 20-ától indul a kampány, mely megújulást hozhat a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választáson. Kalocsai polgárok és a térségben élő polgárok is megtapasztalják, vagy megtapasztalták, hogy a jelenlegi városvezetésük, településvezetésük az valójában mit is tett az ő életükért, az ő boldogulásukért, az ő békességükért. Örömmel jelentem be a kalocsai polgároknak és a térségben élők számára is, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy nagyon erős és stabil csapattal áll itt Kalocsán is a választópolgárok rendelkezésére, hiszen úgy gondoljuk, hogy a harmadik út, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, az nem a harmadik út, az az egyetlen út arra, hogy valóban változás következzen be mindenütt és ugyanúgy itt Kalocsán is. Nagy örömmel mutatom be, és tulajdonképpen ajánlom minden kalocsai polgár számára az ő figyelmébe Szabó Patrikot, aki a Mi Hazánk mozgalom kalocsai szervezetének elnöke, és egyben a Bács-Kiskun vármegye 3-as választókerületének az elnöke is. Ezt követően a polgármester aspiráns röviden bemutatkozott a sajtó előtt, bár eddig sem volt ismeretlen a kalocsai közéletben. Bemutatkozásképp elmondta, 2010 és 2014 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett, mely idő alatt megismerte a hivatali munkafolyamatokat és sokrétű tapasztalatot szerzett. 2012 óta közel 12 éve a város legnagyobb önkormányzati cégénél dolgozik. Teljes mértékben átlátom a város üzemeltetését, működését. Tudom, mi az, ami jól működik, és tudom, hol van szükség változásokra. A Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusainak, országgyűlési képviselőinek, víradatprogramjának és egyéb kapcsolatainak köszönhetően olyan háttérrel rendelkezem, amely jelentős támogatás lehet a város vezetésében. Szabó Patrik Kalocsán született és itt él több mint 40 éve. 16 éves kora óta politizál, úgy az országos politikai kérdésekre, mint a helyi ügyekre fogékonyan. Ahogy országosan, úgy Kalocsán is volt már példa a helytállásunkra. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozásának eredményeként a jelenlegi városvezetés elállt a Hunyadi Kollégium külföldi befektetők részére történő eladásától. Kalocsa minden választókerületében indítunk képviselőjelöltet, akik munkájuk vagy egyéb tevékenységük miatt elismert emberek a városban. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje nem kíván együttműködni más jelölttel, és a közeljövőben szerveznek egy olyan programot, ahol közelebbről is megismerhetik, beszélgethetnek a választópolgárok Szabó Patrikkal és csapatával. Farkas Sándorné népművész harmadik helyezést ért el az első Tankó Anna országos tojásdíszítő pályázaton. A kalocsai alkotások bekerültek a Hagyományok háza kollekciójába. A tojásdíszítők egyesülete fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából a Hagyományok háza, mint fővédnök támogatásával első alkalommal hirdette meg a szakterületen egyedülálló, országhatárokon átívelő első Tankó Anna országos tojásdíszítő pályázatot. A rangos megmérettetésre 84 alkotó, köztük a városunkban élő 78 éves Farkas Sándorné Terikenéni, a Kalocsai Múzeum Barátok kézműves körének tagja küldte be karcol technikával készült, kalocsai mintával díszített tojásait. A 9 kifújt tojásból álló kollekció a harmadik helyezést érte el ebben a kategóriában. Stábunk a Viski Károly Múzeumban a húsvét előtti tojásfestő családi napon gratulált a díjazottnak. Karcolt tojást nem csinálnak Kalocsán, és a Balázs Zsuzsa megkért, hogy küldjek erre a pályázatra tojást. És akkor nem nagyon akartam, mert nem fogadták el sosem, meg kalocsai, meg minden úgy lenéztek a Hagyományok házába. Sőt, mondták, hogy erdélyi tojást csináljak. Hát ma hogy csinálnák én erdélyi tojást, mikor én kalocsai vagyok?
És akkor most rábeszélt a Zsuzsa, küldtem, és hát nagyon nagy meglepetésemre harmadik díjat elhoztam, hát hogy nem is hittem el, hogy ezt megkapom. 7 darab libatojás és 2 darab tyúktojás került a neves szakemberekből álló zsűri elé. Tojást előkészel kifúrni először, utána kifújni, megmosni, és akkor, mikor jó kiszárad, akkor festem be ruhafestékkel, és akkor, mikor az megszárad, akkor most ez csak ruhafestékkel van, mert így kérték, de ami ott van, az a bordó, az a fukszín anyaggal, meg sellakkal van összekeverve, egy bizonyos, meg kell tanulni, hogy kell csinálni, és utána van lekarcolva a felső réteg, és úgy jön ki a minta. És ezt Kalocsán nem csinálták, és akkor gondoltam, hogy ezt megtanulom. Terike néni a karcolásos technikát egy ma is élő, több mint 90 éves Uszódi asszonytól, Szabó Mátyásné Mariska nénitől tanulta. Elmondott minden csinyát, bínyát, mert ha ránézünk, nem is tűnik ez olyan nagy dolognak, de azért mire megtanuljuk, hát egy jó pár év azért elmúlik. A kalocsai díjazott átmeneti betegsége miatt nem tudott részt venni a Hagyományok Házában tartott ünnepségen, de mint megtudtuk, az április 13-áig látogatható kiállításra természetesen elmegy, hogy összességében is lássa a versenybe benevezett alkotásokat. Valószínűleg számos kalocsai család otthonát díszítette kantáros tojás az ünnepekkor. Mindez annak volt köszönhető, hogy a Visky Károly Múzeum, illetve a Kalocsai Kézműveskör több húsvéthoz kapcsolódó programot szervezett, ahol a gyerekek kriptáni Halál Zsuzsanna népi iparművész irányítása mellett kantáros tojást festhettek. A Kalocsa TV kulturális műsorának a Múzsának volt a legutóbbi stúdió vendége a neves népi iparművész, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy hivatásává vált a hagyományok ápolása. Már egészen fiatal korában elsajátította azt a tudást, mely szükséges volt mindehhez. A népi művészetbe igazából én mondhatom azt, hogy nekem még olyan szerencsém volt, hogy én már kiskoromtól, tehát beleszülettem ebbe az egész kézimunkázásba, ugyanis a édesanyám és a nagymamáim hímeztek. Tehát akkor még működött a Kalocsai Háziipari Szövetkezet, és bedolgozók voltak. Ugye gyerekként azt láttam, ahogy így visszaemlékszem rá, hogy hatalmas nagy terítőkkel szinte betakaróztak, és mindenhol lógott ketten. Az nagymamám az egyik oldalát hímezte, a anyukám a másik oldalát, és ugye persze milyen kíváncsi a gyerek, azonnal oda megy, hogy én is akarok ilyet csinálni, vagy én is szeretnék belehímezni, szabad-e. Innen pedig egyenes út vezetett ahhoz, hogy a hímzőtű után az ecset is a kézbe kerüljön. Későbbiekben a népi iparművész elhivatottságát és munkáit számos díjjal jutalmazták. Nevéhez fűződik a Kalocsai Kézműveskör megalapítása is. Hasonló gondolkodású hölgyek társaságában nagyon jókat tudunk, programokat szervezünk, próbáljuk ezt a gyönyörű munkákat képviseltetni a vidéki városokban is, megmutatni, igenis van kalocsai népművészet. Régen Kalocsára és a környező településekre volt jellemző, hogy húsvétkor kantáros tojást festettek a lányok. Egyebek mellett ezt a tudást adják át a Kalocsai Kézműveskör tagjai az érdeklődőknek. Ezt a kantáros tojást szinte már nem is nagyon ismeri senki, és újra megpróbáljuk előtérbe helyezni, hogy igenis régen nem csak a cifravirágos pingált tojások voltak, hanem igenis ez a kantáros tojás. Igaz, hogy nem pont ugyanezzel a technikával készült, tehát nem festették, hanem tehát befestették hagymahéjjal a tojásokat, szép pirosak, vagy ilyen vöröses színűek lettek, és utána választóvízzel húzták rá a kantárokat. Ugye sokan megkérdezik azt, hogy mi az a választóvíz. Arra ugye azt kell, hogy mondjam, cirogsöprőből törtek le egy nagyon pici darabot, és sósavval mártották ezt a kis darabkát, és azzal húzták a vonalakat, azaz a kantárokat a tojásra. Kriptáni Halál Zsuzsanna népi iparművésszel készült teljes interjút április 11-én este 19:30-tól láthatják a Kalocsa TV kulturális műsorában. Egy közös, emlékezetes húsvéti kalandra érkeztek azok a kisgyermekeket nevelő kalocsai családok, amelyek az egyik legnépszerűbb, Nyuszi ül a fűben című gyermekdalról elnevezett nagypénteki családi délelőttön vettek részt.
A tavasz köszöntő húsvéti eseményeknek helyet adó közművelődési központba lépő kicsiket meglepetés ajándék várta, majd 9 órától Vácz Péterné vezetésével elsőként a Libuskáim Lululu című interaktív mesejátéknak lehettek részesei. Akik kicsit később ébredtek, azok sem maradtak élmény nélkül. A programon résztvevő óvodapedagógusok irányítása, útmutatása mellett nagyon sok gyermek az előre rajzolt lapokat színezte ki, vagy önálló alkotást készített. Ez az elcsendesedés napja. Munkaszüneti nap, gyermekeink sem mennek ilyenkor oktatási intézménybe, ezzel mi is így vagyunk. De ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a délelőtt hagyományainkkal megismerkedjenek, és örömmel vettük azt a családdal, hogy az Innovációs Központ ide a Művelődési Házba szervezett egy ilyen hagyományos húsvéti készülődés programot gyerekeknek. Tojást tudnak festeni, színezni tudnak, különböző foglalkozáson tudnak részt venni, és ez egy jó rákészülés a húsvéti ünnepre, úgyhogy én is, mint kisgyerekes apa éltem ezzel a lehetőséggel, eljöttem fiammal, lányommal, ők foglalkozáson vannak, és a feleségem otthon tud készülni a feltámadás ünnepére, ilyenkor nyilván a családdal összejövünk, és mindahogy minden családba, ilyenkor azért megünnepeljük ezt, és nyilván ez a menübe is jelentkezik, meg a locsolókat is várják a lányok, úgyhogy nekik is egy kis édes finomsággal készülődnek, úgyhogy így telik így a nagypénteki délelőttünk. A kamarateremben berendezett alkalmi kézműves műhely valamennyi asztalánál a kalocsai hagyományőrző kézművesség képviselője, Kriptáné Halász Zsuzsanna népi iparművész útmutatása szerint a gyerekek lelkesen kísérleteztek, pingáltak, festették a hímes tojásokat, amelyeket aztán haza is vihettek. Hatalmas érdeklődés van. Reméljük, hogy elég tojást hoztunk, hogy a kantáros tojást, ugye ez volt a legrégebbi tojás pingálásunk, és a cifra kalocsai tojást is bemutatjuk a gyerekeknek, és ki is próbálhatják, és itt van Farkasné Terike néni is, aki a karcol tojásokat mutatja be, és ki is lehet próbálni a nagyobb gyerekek részére. A tavaszi arcfestés és csillámtetoválás kétségtelenül nagyon sok gyermeket, közülük is inkább a kislányokat hozta lázba, de az igazán nagy érdeklődést ezúttal is Fanti Bohóc lufi hajtogatása váltotta ki. A gyerekek mellett a szülőknek is kiváló szórakozást nyújtott a délelőtt. Markella Szigeti Anna Sári kislányával érkezett a rendezvényre. Ugye szünet van, otthon vagyunk, aztán mindig keresem a gyerekprogramokat 2 éves kislányommal, hogy hova tudunk menni, úgyhogy itt most elég színes a kínálat, úgyhogy eljöttünk. A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ szervezésében megtartott 13 órakor záruló családi délelőtt végére elmondható volt, kevés olyan vidám gyermekkacagástól, gyermekzsibongástól teli program tölti meg a közművelődési központot, mint a nagypénteki, amelyre nem ritkán egy-egy család 3 generációja kísérte el a família legkisebb tagját. Április 2. az Autizmus Világnapja, mely alkalomból a világ figyelmét az autisták problémáira irányítják. A Kalocsai Nebuló Egymin minden évben a világnap előtti szerdán, idén március 27-én rendezte meg a Sétálni Kék érzékenyítő programot. Az autizmus spektrumzavar megértése és elfogadása az érzékenyítésen keresztül kezdődik. Ezt a folyamatot hivatott segíteni a szerdán délelőtt megrendezett Sétálni Kék program. A figyelemfelhívó esemény helyszíne az érsekkert volt, amelynek bejáratánál kék szalagokkal a kezükben gyülekeztek a gyermekek, majd a dombhoz sétáltak, és közösen néhány dalt is elénekeltek. Az eseményt megelőzően az intézmény közös alkotások készítésére hívta fel a gyermekeket, amelynek célja szintén az volt, hogy az autizmussal élők nehézségeivel kreatív feladatokon keresztül találkozzanak, beszélgessenek egymással és nevelőikkel a témáról. A lepedővásznakra a meglátni, megérteni, elfogadni gondolatok jegyében készültek az alkotások. A korábbi évek kékrajzos felhívásához képest most az idén annyit módosítottunk a felhívásunkon, hogy nem egyéni alkotásokat vártunk, hanem közösségi, közös alkotásokat, ezeket a kék vászonképeket vártuk.
hogy készítsék el a közösségek, és ennek a magyarázata talán az, hogy szerettük volna, hogyha már az alkotások közben, az együttműködés során is lehetőséget teremtsünk arra, hogy beszélgessenek közösen arról, hogy miért fontos az összefogás, miért fontos, hogy mindannyian részt vegyenek az alkotások készítésében, és nagyon bízunk benne, hogy ezek a közös alkotások utána helyet kapnak az intézmények falain. Az intézményvezető azt is kiemelte, az elfogadásra való törekvés toleranciára és empátiára tanít bennünket, amelyek alapvetőek az emberi kapcsolatokban és a társadalmi összetartozásban. Én azt gondolom, hogy nem kell, hogy tudjunk az autizmusról, akkor, hogyha odafordulással, elfogadással fordulunk bármelyik ember felé. Ennek a mai napnak az az üzenete, hogy nem baj, hogyha autizmussal érintett valaki, nem számít. Tehát egyszerre kell figyelnünk és figyelmet felhívnunk arra, hogy fogadjuk el egymást, arra, hogy szolidaritást vállalunk azokkal a családokkal, akikben érintettség van. De úgy tudunk szolidaritást vállalni, úgy tudunk segíteni, úgy tudunk együttműködni, hogyha nem a másságra, nem a hiányosságokra, nem a problémákra fókuszálunk, hanem arra figyelünk, hogy mi az, amiben közösen tudunk tevékenykedni, mi az, ami összeköt bennünket, mi az, amiben hasonlóak vagyunk egymáshoz. És itt is most sokan voltunk, és nagy örömömre nagyon sok olyan közösségből voltak itt gyerekek, akik maguk is autizmussal érintettek, vagy az ő osztályukban jár autizmussal érintett tanuló, vagy olyan családok, óvodás, gyerekek családja is eljöttek, ahol szintén a rokonságban van ilyen gyermek. Az autizmus világnapjának tiszteletére a Kalocsa jövőjéért egyesületnek köszönhetően április 2-án idén is kéken világítják meg az érsekkerti víztornyot. Tartsanak velünk a híradót követően, hiszen kezdődik a Híradó Extra című műsorunk, melynek eheti vendége Szejsztényirő Csilla, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője. Az elmúlt évek a pandémia időszakának tapasztalatairól és a 2023-as év eredményeiről is beszámol stúdiónkban Szejsztényirő Csilla, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője, aki a fiatalság bevonásának fontosságára is rámutatott. 18 év az ugye a felnőtté váláskorban lévő küszöbe, ami jelentheti azt is, hogy Úristen, nekem már mindent szabad, mindent lehet, de jelentheti azt is, ha másik oldalról nézzük, hogy esetleg most már nekem kötelességeim, feladataim is vannak. És hát pontosan ezért mi az érintett osztályokat, a végzős osztályokat ilyenkor fölkeressük, és igen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tájékoztassuk, miért fontos, hogyan tud erre fölkészülni, miért ne féljen tőle. Zárójelben hozzáteszem, természetes, hogy aki még nem volt vérdáson, van egy kis izgalom benne. De mi elmondjuk, hogy tulajdonképpen mi a menete az egésznek, és hogy nagyon fontos, hogy már előző nap is több folyadékot fogyasszon, és hogy tulajdonképpen nincs vesztenivalója, ha bármi gond adódik menet közben, véget ér a történet, tehát nem folytatjuk, nincs többszöri szúrás, és hát tényleg azt látom, hogy igenis megragadják az alkalmat a fiatalok, és be akarják bizonyítani, hogy számíthatunk rájuk. És azt is ki szoktam hangsúlyozni, hogy igen, ennek a csodálatos véradó bázisnak, ami itt Kalocsán és a környéken van, nagyon nemes dolog a követőivé válni, mert hát ők azért előbb-utóbb el fogják érni azt a korhatárt, amikor már nem adhatnak vért, és jó esetben ugye vannak ezek a követők, akik bebizonyítják, hogy számíthatunk rájuk ezen a téren is. A Magyar Vöröskereszt területi vezetője érdeklődésünkre azt is felidézte, hogyan vált számára mindez hivatássá, de a legfontosabb tudnivalókat is megosztotta a véradásról, valamint a 2024-es terveikbe is betekintést adott. A beszélgetés az adást követően visszanézhető honlapunkon a kalocsatv.hu-n. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel kedd este jelentkezünk. Viszontlátásra!